Egy migráns 2008 és 2018 között 10 éven keresztül tartózkodott illegálisan Franciaországban. 2014-ben ugyan elítélték, de nem állt bíróság elé, hanem még 4 éven keresztül tovább bujkált. Végül másfél év börtönbüntetést kapott. Ilyen szigorúan büntetik a migránsokat. És nem csak a franciáknál tapasztalható ez az állapot, hanem a legtöbb nyugati országban. A legtöbb illegális bevándorló inkább elkövet egy rablást, vagy megerőszakol egy fehér európai lányt, hogy börtönbe kerülhessen, és ezáltal se kerüljön kiutasításra. A bűnöző életmódot választják legtöbben, mert egy vagy két évnél többet soha semmiért nem kapnak. Nem egy olyan nemi erőszakról tudunk, amikor felmentették a migráns bűnözőt arra hivatkozva, hogy mivel más kultúrából származik, nem volt azzal tisztában, hogy a nőknek Európában más jogaik vannak. Ami viszont leginkább felháborító, hogy több esetben az ehhez hasonló védekezéseket követően szabadon távozhattak, és az elkövetők folytathatták tovább az európai fehérnők erőszakolását. A probléma tehát rendkívül összetett. Több szempontból szükséges vizsgálnunk az előzményeket, és fel kell tennünk a kérdést, meddig tűri mindezt az európai társadalom, mikor mondjuk ki végre, hogy elég volt. A Mi Hazánk mozgalom kimondja, elég volt. Véget kell vetnünk a migráns bűnözésnek. Szólítom színpadra a Mi Hazánk alelnökét, országgyűlési képviselőnket, Dózs Dávidot. Tisztelt jelenlévők, kedves bajtársaim! Azt gondolom, hogy egy idézettel kezdeném a beszédemet, amely úgy szól, hogy önök most megásták Magyarország sírját, de Magyarország ott lesz azon országok temetésén, akik itt most megásták Magyarország sírját. Ezt gróf Apponyi Albert mondta Franciaországba, annak a magyar delegációnak a küldöttjeként, amely a trianoni gyalázatot szerette volna nem megtörténté tenni, ám látjuk, hogy ez nem sikerült, és a többi már történelem. Mondhatnám, hogy örülök, hiszen a Jóisten úgy keverte a lapokat, hogy igazságszolgáltatás történt, és a franciák most a saját levükben fölnek, ám nem felhőtlen az örömöm. Nem felhőtlen, hiszen ha Franciaország elbukik, akkor elbukik más nyugat-európai ország is. Ha elbukik több nyugat-európai ország, akkor elbukik egész Európa. Én azt gondolom, hogy ez egy tudatos terv része, ez nem a véletlenek műve, és hogyha nem teszünk valamit ezen a terv ellen, akkor láthatjuk, hogy gőzerővel rohan Európa veszte felé. Ezt a tervet, ezt pedig nem hívták máshogy, mint hogy Kalergi terv. Ez egy beteg torszülöttnek a fantáziája alapján jött létre, az ő beteg agyából pattant ki. És hát az lett volna a lényege ennek a tervnek, hogy Európának egy kevert nemzetiségű, identitás nélküli, buta, könnyen irányítható, könnyen hiszterizálható tömegeket kell magáinak vallani, ezeknek a tömegeknek kell Európát laknia, fel kell számolni a nemzetállamokat, és hát mivel ez a népség, ez önmaga vezetésére alkalmatlan, ezért majd amerikai vezetést kell a nyakára ültetni. Most kérdem, de kérdésem csak költői, hogy hol tartunk most? Ez egy több mint 100 évvel ezelőtt megfogalmazott terv, de én nagyon úgy látom, mintha most már a végórái felé közelítene ez a terv, hiszen láthatjuk, hogy ez az új embertípus, ez az eurázsiai negroid, ez jelen van most már Európában. El kell mennünk akár Franciaországba, akár más nyugat-európai országokba, és meg kell nézni, hogy egészen pontosan milyen embertípus lakja jobbára ezeket az országokat. Aztán meg kell nézni, hogy magát az Európa Uniót most már kikrángatják, igen rövid pórázon. Láthatjuk, hogy minden ukász Amerikából jön. Láthatjuk, hogy a nemzetállamokat teljesen fel akarják számolni. Egy egyesült európai államokat akarnak létrehozni a sajátjuk mintáján. A totális megfigyelésen és a totális diktatúrán alapulna ez az Európai Egyesült Államok amerikai vezetéssel, ami nekünk, európaiaknak túl sok jót nem tartogatna. És hát azt gondolom, hogy ahogy mondta kedves alelnök társam is, előd vigyázó szemünket Párizs fele vessük, talán valahol még örülök is
azoknak az állapotoknak, amik most Franciaországban tapasztalhatók, hiszen ha megengedik, akkor egy kicsit érdekes és bizarr történelmi párhuzamot hoznék elő. Annak idején állítólag a rossz nyelvek szerint, amikor francia vezetéssel Clemenceauék szétszincálták a történelmi Magyarországot, akkor állítólag tette ezt azért, mert személyes bosszúvágy hajtotta, hiszen a fia állítólag egy balassagyarmati szűke pátrián beli kurtizánnal szőtte össze az életét, és utána a jóisten ezt kompenzálva pont balassagyarmatról indította ki azt a militáns viselkedést, aminek következtében kivertük a cseh légiót Magyarországról, így megyényi területeket őriztünk meg Magyarországnak. És hát ezt a párhuzamot vinném tovább, hogy Franciaország azt a történelmi bűnét, amit elkövetett a magyarság ellen, ha jóvá nem is teheti soha, mi azért igyekszünk majd jóvá tenni, talán arra jó, hogy fáklyaként ég, és most engedjék meg ezt a bizarr hasonlatot is, fáklyaként ég egész Európa előtt, hiszen ha most nem kapcsol Európa, akkor én azt gondolom, hogy végképp elvesztünk. És miért mondhatok ilyet? Azért mondhatom ezt, mert éppen megszállják a kontinensünket Olaszország és Görögország partjainál. Azért mondhatom ezt, mert Franciaország jelenleg lángokban áll. Azért, mert most kapaszkodjon mindenki, 12 éves kortól 18 éves korig lévő generáció az, aki lángokba borította egész Franciaországot, hiszen azt hiszem a szerdai adatok alapján 54%-a kiskorú, fiatalkorú volt az elkövetőknek. Tehát azért mondhatom ezt, mert például először London esett el egy pakisztáni polgármesterrel, aztán az egész Egyesült Királyság, hiszen most jelen pillanatban egy pakisztáni miniszterelnökük is van. Azért mondhatom ezt, mert Németországban naponta több, mint 60 késelős támadás éri a helyi lakosokat. Azért mondhatom ezt, mert Berlinben egyesek forognak a sírjukban, a legelterjedtebb fiú név az a Mohamed, és így folytathatnám hosszan a sort. És talán azért is mondhatom ezt, mert az a technikai határzár, az a kerítés, ami elnökünk fejéből pattant ki, és aztán meg lett valósítva a déli határon, igaz, egy technikai tévedés folytán nem 300 kilométerrel délebre, hanem egyenlőre ásatalom alatt húzódik. Ez a kerítés, ez napi szinten ostrom alatt van, ezen napi szinten több tucatjával áramlanak be ide a migránsok, és a magyar kormány mindössze annyit tesz, hogy visszakíséri őket a határ másik oldalára, hogy újra próbálkozhassanak, és ez olyan, mint egy számítógépes játék, csak itt nincsen megszabva, hogy hány életük van, itt gyakorlatilag korlátlan számban lehet próbálkozni. Éppen ezért azt gondolom, hogy eljött annak az ideje, hogy most már a szavak helyett a tettek következzenek, és talán a vigyázó szemünket megint Párizs felé kell fordítani, hiszen hova vezetett az a liberális szemlélet, hova vezetett az a liberális irányítás, aminek köszönhetően most az egész ország lángokban áll. Hát először is szisztematikusan leépítették a rendfenntartó erőket. Láthatjuk, hogy hiába van 45 ezer rendőr kivezényelve a francia városok utcáira, nem tudnak egyszerűen mit kezdeni a feldühödött hordák ellen, nem tudnak egyszerűen rendet tenni, és a jobbérzésű polgármesterek, azok egész egyszerűen a lakosságot szólították fel arra, hogy bizony-bizony a védelmi reflex most már induljon el a franciáknál, és védjék meg a saját országukat, hiszen ha ezt nem teszik, akkor láthatjuk, hogy milyen vége lesz. Na most mondanám, hogy Magyarországon szerencsére teljesen más helyzet uralkodik, egy teljesen más közeg, hiszen itt a rendőrséget nem gyengítik le éppen, itt a fegyverviselést és az otthoni fegyvertartást szépen nem tiltják be a rendőrök számára, itt a rendőröknek megbecsült életpálya modelljük van, itt jó rendőrnek lenni, nézek itt a mellettünk álló rendőreire, de azt gondolom, hogy a cinizmus aztán ők is felfedezték a mondataimba, hiszen egész egyszerűen lábtörlőnek használja őket a magyar állam, és még annak a nagyon elhivatott embernek is elveszi a kedvét attól, hogy a rendőri pályát válassza, aki egyébként már úgy született, hogy egy rendőrautó volt esetleg az óvodában a jele. Hát itt tartunk most. Itt tartunk, és ha esetleg a Fidesz kormány azt mondja, hogy mi nem lehetünk bevándorló ország, akkor nem tudom, hogy nekem vagy nekik fognak hinni, de azt tudom, hogy 100 méterre parkoltam le innen, és amíg ide eljutottam, addig csak pakisztániakkal, indiaiakkal, négerekkel és különböző más ázsiai és afrikai nációkkal találkoztam. Aztán egy üde oázisként értem ide, ahol a bajtársaimmal sikerült találkoznom.
azért ez nagy megkönnyebbülés volt, de ez a 100 méter, ez igen terhes útszakasz volt, hiszen éppen arról beszélünk, ahogy harmadik, negyedik világból érkezett emberek felgyújtják Franciaországot. Mi pedig nem lehetünk bevándorló ország, de azért azt láttam, hogy a mi nációnkból most már egyre kevesebben járkálnak itt az utcán, és hát mindenki emlékszik a tavalyi évi választásokra, amikor ajánlásokat gyűjtöttünk. Hát én megmondom önöknek, hogy elég szép szemű ajánlást sikerült egy nap alatt összegyűjtenem. Ezen felbuzdulva eljöttem a vidék után ide Budapestre is segíteni. Egy ajánlás sikerült összegyűjtenem egy fél nap alatt, mert egész egyszerűen nem találkoztam magyar emberrel az utcákon. Olyan ritka volt a magyar ember Budapesten, Magyarország fővárosának az utcáin, mint a fehér holló. De ez nem lenne elég, hogyha nem lenne elég az, hogy már így is rengeteg bevándorló van Magyarországon, akkor láthatjuk, hogy most a kormány, Magyarország nemzeti, keresztény, konzervatív kormánya jelen pillanatban a magyar adófizetők pénzén, például a Fülöp-szigeteken fizet azért egy kampányt, egy toborzó kampányt, hogy minél több filipinót tudjon Magyarországra hozni vendégmunkásnak. De nyugodjon meg mindenki, hiszen törvénybe foglalták, hogy nem lesznek itt sokáig. Csak a gazdasági nehézségek elkerülése véget, a gazdasági növekedés biztosítása érdekében jönnek ide, ezért van biztosít a számukra a legtöbb gyárban már imaszoba, ezért épülnek gőzerővel a munkásszállások, ezért láthatunk a férfiak mellett egyre több nőt is és gyereket is, de mindenki nyugodjon meg, mert Magyarország nem lesz bevándorló ország. Mondja ezt az a Fidesz, aki azt is mondta annak idején 13 évvel ezelőtt, hogy 2 hét alatt rendet tesz az országba. Én nem tudom, hogy ki találkozott ezzel a 2 hetes renddel, ha valakinek sikerült végre, irányítsa, legyen szíves felém, mert én még nem találkoztam vele, pedig igen sűrűn járom a magyar vidéket. És hát azt gondolom, hogy amíg ez a Fidesz kormányzat lesz hatalmon Magyarországon, addig ezzel a renddel nem is nagyon fogunk találkozni. És hát kössünk gyorsan egy párhuzamot is, hiszen nekünk még viszonylag azért kevés algériai, vagy kevés marokkói bevándorlónk van, de ahogy az előttem szólók is említették, bizony-bizony a vidéken, de most már egyre inkább a fővárosban és a nagyvárosokban is, itt is van egy könnyen hiszterizálható, talán nálunk némi sötétebb pigmentjegyekkel ellátott etnikum, akik szürke állományukat tekintve nem biztos, hogy el vannak olyan jól látva, mint az eredeti őshonos lakosság, mi magyarok. Azt is láthatjuk, hogy bizony-bizony, ők a közösből előszeretettel szeretnek kivenni, de a kalapba annyira nem szeretnek bedobni. Azt is láthatjuk, hogy bizonyos bűnszervezeteknek és civil szervezeteknek köszönhetően a jogaikkal nagyon tisztában vannak, ám bátor a kötelezettségeikkel már kevésbé, és hát láthatjuk, hogyha megnézzük az elmúlt évek eseményeit, ha csak egy várpalotai szórakozóhelyre gondolunk, hogyha mondjuk a siófoki plázsra gondolunk, ha Enyingre gondolunk, ahol bandaháború tört ki egy benzinkúton, ha Olaszliszkára gondolunk, és még sorolhatnám, sajnos kifogyhatatlan a sor, hogy mit eredményez az, hogyha pár begőzölt, általában valamilyen tudatmódosító szerrel élő, drogos vagy alkohol befolyása alatt álló emberke, vagy nevezzük úgy egyenlő, hogy emberi lénynek látszó valaki, az úgy gondolja, hogy rá nem vonatkoznak a többségi társadalom szabályai, ő egy fölöttünk álló lény, és azt csinálhat, amit akar. Ugye ezek azok az esetek, amikor idős nénikhez törnek be, amikor egy fekete-fehér tévéért és 1500 forintért agyonütnek munkában megőszült idős embereket, és ez napi szintű ma Magyarországon. Ugye ez nem a 2 hetes rend, ha jól érzékelem, de szerintem ezt önök is így érzékelik. Az még várat magára, de van egy jó hírem is, hiszen van egy olyan párt azért, van egy olyan mozgalom, vannak olyan emberek ma Magyarországon, akiknek talán 2 hét sem kéne ahhoz, hogy rendet tegyenek, és ezt az emberek is egyre inkább látják. Egyre inkább látják, hiszen az erősödésünk az most már kétségbejtő, hogyha a baloldali sajtót nézzük, akkor ott is előszeretettel cikkeznek arról, hogy veszélyes, hogy a szélső jobb micsoda erősödésen megy keresztül. És hogyha megnézzük a Fideszt, akkor gyakorlatilag ő is most már a média fegyverzetének egy részét ránk állította, hiszen nekik is egyre kellemetlenebb, hogy amíg a kormányzó képtelenségükről győzik meg a magyar embereket egyre inkább, addig mi arról győzzük meg őket, hogy ha mi kezünkben lenne ez az ország, ennél mi sokkal jobban tudnánk vezetni. És én remélem, hogy ez az idő el fog jönni. Méghozzá azért remélem, mert ha nem fog eljönni, akkor láthattuk az elmúlt több mint 3 évtized tanulságaiból, hogy a baloldal az gyakorlatilag, amiről beszélünk, ami most Franciaországban és Európa más országaiban zajlik, ők ezt szeretnék általánosítani.
közintézményesíteni itt Magyarországon is. Hiszen nézzük meg az érzékenyítést, nézzük meg a liberalizációt, nézzük meg azt, hogy gyakorlatilag minden kisebbségnek behódolnak, nézzük meg a multikulti felé történő rajongásukat, azt gondolom, ez nem a mi útunk. Ez nem Magyarország, ez nem a magyar emberek útja. És hát előbb azért megemlítettem, hogy a Fidesz viszont mit kíván alternatívaként. Én azt gondolom, hogy mi azzal se érhetjük be, hiszen Orbán Viktor maga mondta, hogy ne azt nézzük, hogy mit mond, hanem hogy mit tesz, mit cselekszik. És azok a cselekmények, amik hozzájuk köthetők, azok én azt gondolom, hogy igen nagy aggodalomra adnak okot. És hát mit lehet ilyenkor tenni? Én azt gondolom, hogy meg kell szervezni magunkat, hiszen ahogy a francia polgármesterek felszólították a lakosságot, és ott milíciák szerveződtek annak érdekében, hogy megfékezzék azt az őrületet, azt a tébolyt, ami jelen pillanatban is zajlik Franciaországban, addig mi történik Magyarországon? Addig Magyarországon az történik, hogy az előttem álló urak és vezetőjük, László Attila, gyakorlatilag bírósági perekbe vannak fogva, heti vagy napi szinten rendőrségi kihallgatásokra járnak, pusztán azért, mert sajnos a leszedált rendőrség, mely most már lassan cselekvés képtelen, egész egyszerűen nem tudja a rendet fenntartani Magyarországon, itt is alakulnak már ki no-go zónák, és az emberek végső elkeseredésükben hozzáteszem, hogy sok esetben cigány származású emberek magyar önvédelmi mozgalomhoz fordulnak. Azért fordulnak a magyar önvédelmi mozgalomhoz, mert már nem tudnak kiben bízni, már nem tudnak kinek hinni, és nem tudják, hogy kitől kéne várni a megoldást, de szeretnének egy olyan életet élni, ami emberhez méltó. És én azt gondolom, hogy a vidéki Magyarországot szemlélve nagyon sok helyen jelen pillanatban nem emberhez méltó az, ahogy embereknek kell élni, főleg akkor nem, ahogy az előbb is említettem, hogyha idős, munkában megőszült embereknek kell rettegésben és félelemben élnie azért, mert egy új térhódító etnikum, az gyakorlatilag kitúrja őket a saját életterükről, és félelemben tartja őket. Éppen ezért én azt gondolom, hogy nem csak Európa éli a végnapjait, hanem hogyha nem figyelünk oda, és ha nem fogunk valamit nagyon sürgősen tenni, akkor bizony Magyarország is. Hiszen látjuk, ahogy a magyarok özönlenek kifelé az országból, látjuk, ahogy nem csak a határkerítésen átugrálva, vagy drótvágó, vagy létrával átszökve a migránsok lepik el az országunkat, hanem ehhez még a magyar kormány is asszisztál, és akkor még nem nagyon beszéltünk ugye azokról a megyékről, amik lassan sajnos teljesen elcigányosodnak. És amikor megkérdezte tőlem ezt egyszer egy baloldali, azt nem mondom, hogy értékrendet való ember, mert ilyen baloldali most jelen pillanatban nincsen a közéletben Magyarországon, de megkérdezte egy baloldali politikus, hogy de miért fáj az nekem, hogyha azok a cigányok lepik el a magyar vidéket, akik egyébként magyar állampolgárok, és akik egyébként erősítik ezt az országot. Én azt válaszoltam, hogy ha erősítik, akkor én örülök neki a legjobban, de a tapasztalat az az, hogy sok helyen sajnos inkább csak gyengítik. Hiszen ahonnan én jövök, Nógrád vármegyéből, és tőlünk keletebbre, arra már Mordor birodalma van, ott bizony sok esetben már ezek a települések megszűntek magyarnak lenni. Nem beszélik a magyar nyelvet, mert van sajátjuk. Nem ápolják a magyar történelmi nagyok emlékét, szép irodalmi köteteket, azokat nem forgatják, de hát mondjuk ez nem volt nehéz kitalálni. És hát a szokások, a hagyományok, a tradíciók, azok nem a mi szokásaink, nem a mi hagyományaink, nem a mi tradícióink. És én azt gondolom, hogy ahol ez bekövetkezik, ott a magyarság elveszett. És láthatjuk, hogy az elhibázott kisebbségpolitika az hova vezetett több mint 100 éve. Én nem szeretnék egy újabb Trianont. Én nem szeretném, hogyha az a lázálma, az az idiotizmusa az Opre-Roma pártnak, hogy egy önálló cigány tartományt kell létrehozni Magyarországon, az egyszer valóra válna. És mondhatjuk azt, hogy ez hál' Isten csak egy fikció, és ebből soha nem lesz semmi, de azért szögezzük azt le, hogy bizony-bizony volt olyan politikai párt, jelenleg sajnos még frakcióval is rendelkezik ma az országgyűlésben, aki tavaly azzal kampányolt, hogyha ők fognak olyan vezető pozícióba kerülni, akkor bizony leülnek az Opre-Roma párttal, és beszélnek erről az önálló cigány tartományról. De nem nehéz kitalálni, hogy melyik volt ez a formáció, hiszen mi a politikai paletta két végén vagyunk. Ránk azt mondják, hogy szélsőségesek vagyunk. Mi azt gondolom, hogy mi csak hazafiként próbálunk meg viselkedni, és a nemzetünket, a magyarságot, az országunkat hűen szerető honpolgárokként próbálunk meg viselkedni. És van a véglet, akik valóban a véglet emberei, ők pedig a Momentum mozgalom tagjai, a Momentum mozgalomnak a vezetői,
akik a magyarságnak az árulói, és én azt gondolom, hogy a jövőben azt is ki kell mondanunk, hogy bizony, aki lázít a magyarság ellen, aki meg akarja osztani ezt az egyébként is csonka országot, aki további megyéket adna olyan embereknek, akik nemhogy a vérüket nem adták ezért az országért, de még a verejtéküket sem, azokat az embereket egész egyszerűen száműzni kell ebből az országból. Nem érdemlik meg, hogy magyaroknak hívjuk őket, és nem érdemlik meg, hogy Magyarországon lakjanak. És hát zárásként, mert a Pázmány Péter körmondatok, azok nálam kiemelt kedvenceknek számítanak, zárásként pedig azzal szeretném zárni, hogy senkinek ne szegje a kedvét, hogy most csak ennyien vagyunk, hiszen mindig elmondom, hogyha esetleg egy lakossági fórum vagy egy tüntetés az nem éppen akkora létszámot vonzott, mint amekkorát reméltünk, hogy bizony-bizony azon a vidéken, ahonnan én jövök, már egyszer az egyik nemzeti hősünk azt mondta, hogy inkább kevés oroszlán, mint sok nyúl. Ezek Dobó István szavai voltak. Én ezzel tudok elköszönni. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, és ezt az országot meg fogjuk védeni, mert ez a mi hazánk!